Symphonic Live 4. Jó, éppen szünetelünk, mert a Beat zenekar ugye feljátsz az alapot, most jelen pillanatban az van, és ugye már megvoltak a közös dalpróbánk, és ugye egymás dalait is lepróbáltátok. Az Orsi lemegy a nap, ebben a verzióban nagyon bitangú szól. Fú, nagyon, nagyon szuper lesz szerintem, amikor az első próbán, amikor így először hallottuk, így és egymásra néztünk, és így mindenki így elkezdett mosolyogni, és így, ez jó lesz. Biborka is, te egészségi állapot tűnik, hogyan vagy? Most elkapott ez a vírus, vagy nem tudom mi, de természetes módon magamat szépen kurálom. Ebbe a dalba nekem bele kell lazulni, vagy pedig acéllá kell változni, még nem tudom, hogy... Na, de miért ez a két verzió lehetséges, hogy bele kell lazulni, vagy acéllá kell változni? Hát, azért, mert ez vagy egy frigid nő szemszögéből lehet megnézni, vagy pedig egy totál szexi nő szemszögéből, ami hát benne is van ez az izgi-szexi kombó a szövegben. Mi lenne, a srácok döntenék el, hogy izgi-szexi izgi, lány legyen, vagy ilyen kis visszafogat, igen? Izgi-szexi. Jó, Márk, te mit mondasz? Szexi. Hát akkor az eldőbb Biborka. Én nem hallottam őket. Egyébként még csak, bocsánat, csak még egy gondolat, hogy sose gondoltam azt, hogy szimfonikus zenekarral egyszer Gangsta Zolit fogok rappelni. Mondjuk nekem azért tetszik ez a dal, mert végre nincs benne pátosz. Szóval, hogy így, ilyen szempontból, meg úgy olyan bugyuta az egész. Symphonic Live 4.